Lezajlotta meg a Sztár 7. évadának első középdöntője, 6 énekes már biztosan továbbjutott a döntőbe, köztük Gudécs Máté Bicskéről. Nagyon köszönöm, hogy kikapcsoltuk most a telefont. Ugye? Így az elmúlt napokban gondolom millió gratuláció és millió üzenet jött. Így van. Hát ezt most ezúttal is szeretném nagyon megköszönni mindenkinek. Ez egy fantasztikus érzés, hogy ilyen sokan támogatnak. Beszélhetünk így nyilván csak Bicskéről, de itt a környezetünkben rengeteg ismerősöm van és rengetegen gratuláltak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esik nekem, és remélem, hogy ez a támogatás ki fog tartani akár a döntőig és a végéig, meg aztán végéig. Na hát, de beszéljünk egy kicsit a előzményekről. Ugye mindenki tudja, hogy a zenei családból származol, és az, aki szerintem nyomon követte a karrieredet, nem lepődik meg ezen, hogy most itt vagy ebben a műsorban. De hát itt vagyunk most jelenleg a próbatermedben is. Millióan láttak a Bicskei napokon is, hogy mi az, amit te tudsz nyújtani a színpadon. De hogy is kezdődött a te életedben annó gyerekkorba az, hogy te mikrofon mögé állj? Hát ugye édesapám vendéglátó zenész volt, már feladott ezen tevékenységével, de mi mind a hárman tőle miatta kezdtünk el úgymond zenélni. Kísértem őt gyerekkoromban a fellépéseire, esküvőkre, bálokra, nyilván mindenféle ilyen rendezvényre, és én ott döntöttem el, hogy mindenféleképpen szeretnék én is a zenéléssel foglalkozni. Alapvetően gitározni szerettem volna megtanulni, és ez az éneklés, mondhattam azt, hogy egy ilyen kényszerpálya volt, ugye annak idején, amikor a srácokkal összeálltunk egy Gudics Robben néven az első zenekarban, akkor ugye kiosztottam, hogy ki mit fog játszani. Nyilván nekem meg volt már egy gitározom, a Marcel mindeközben elkezdett dobolni, járni ide Bicskére a zeneiskolába. Martin szintén gitározni járt, tehát ugye egy gitáros már van. Mi az, ami hiányzik? Hát egy basszus gitáros, nyilván. És mi az, ami még hiányzik? Hát nyilván egy énekes. És akkor végül is valamilyen szinten tényleg így a véletlen folytán, hogy a kényszer miatt lettem én az énekes, amire nyilván azóta se bánok, mert mondhatom azt, hogy inkább, most már inkább énekesként tekintem magamra, mint gitárosra. Nem tudom, nagyon furcsa ez, de jó érzés visszagondolni ezekre a régi emlékekre. Nagyon gyorsan és sokat zenéltünk annak idején. Meg hát nyilván ez, mondhatom azt, hogy most félre ne értsetek, világszám volt az, hogy a srácok talán 12-13 évesek lehettek, én meg 15-16, amikor ezt a családi zenekart elindítottuk. Úgyhogy meglepődtek akkor is a kedves közönség. Mikor zenéltetek utoljára együtt? Utoljára most az áróbulinkon a homályban. Az öttagú zsűri vasárnap esti adásra az előválogatóban több mint 100 énekes jelöltnek szavazott bizalmat, az ő számukat kellett végül 12 főre csökkenteniük az élő sóra. Vasárnap este a mezőny fele újra színpadra állt, 5-6 fős csoportokban néztek szembe a hirtelen halál kihívásaival, majd párbajukban igyekeztek felülkerekedni egymáson. Az énekesek igyekeztek kihozni magukból a maximumot, amivel természetesen így nem könnyítették meg a zsűri dolgát, akik össze is szólalkoztak egy-egy énekes sorsáról. Gudics Máté Németh Rolanddal párbajozott, ők az Imagine Dragonstól a Demos című számot adták elő.